Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Önök a Medicina magazin műsorunkat látják. Tudják, minden hónapban egyszer jelentkezünk, és a Markusovszky Kórház különböző osztályait mutatjuk be önöknek. Ezúttal a patológiai osztályra esett a választás, és nem csak az osztályt mutatjuk be önöknek, hanem az év orvosával is beszélgetek egyben, a patológiai osztály osztályvezető főorvosával, aki már itt is ül mellettem a stúdióban, Tóth Csabát köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok. És talán kezdjük azzal, hogy nagyon nagy a tévhit szerintem az emberekben a patológiával kapcsolatban. Szerintem sokan azt hiszik, hogy csak a boncolással foglalkozik ezen a területen egy orvos. De talán akkor világosítsunk fel mindenkit, hogy még mi mással. Így igaz, a patológia a 90-es évek közepétől nevezik patológiának osztályunk tevékenységét. Előtte kórbonctannak nevezték, és még az én szakvizsga bizonyítványomon is az szerepel, hogy kórbonctan, kórszövettanból sikeres szakvizsgát tett. Tehát a régmúltban évtizedekkel, sok-sok évtizeddel ezelőtt elsősorban boncolásokat végeztek, ahol a betegségek tüneteit, lefolyását kórismézték, a kialakulását próbálták megfejteni, hogy ezeket felhasználhassák a későbbi, illetve másik betegek gyógyításában. Már az 50-es évektől előtérbe kerültek a műtétek során eltávolított minták szövettani feldolgozásai, tehát kezdett fejlődni a szövettani technika és a szövettani minták feldolgozása. Jelenleg pedig azt kell, hogy mondjam, a munka kisebbik részét teszik ki a boncolással kapcsolatos tevékenység, és a döntő többség az a szövettani citológiai minták feldolgozása jelenti. Még annyit hozzátennék, hogy az utóbbi évtizedben a molekuláris patológiai vizsgálatok kerültek ugyancsak előtérbe a daganatos betegek személyre szabott célzott terápiájának a biztosítása érdekében. Akkor itt nagyon sok orvossal és nagyon sok osztállyal meg szakterülettel kell együtt dolgozni. Így igaz, el kell, hogy mondjam, hogy osztályunk a kórház valamennyi klinikai osztályával kapcsolatban áll, hisz szerintem kivétel nélkül minden osztályról kapunk, ha nem szövettan, akkor citológiai mintát vizsgálatra. Tehát gyakorlatilag az egész orvostudományt átfogja a mi szakterületünk, és hát kénytelenek vagyunk mindent megtanulni és érteni hozzá. Emlékszik rá, hogy volt esetleg egy ilyen jelentős lépés, ami a patológiának köszönhető, és nagyban megváltoztatta mondjuk egy betegségről alkotott véleményt? Hát konkrétumot most hirtelen nem jut eszembe, mert többféle betegség kapcsán ez lehet neurológiai, lehet belgyógyászati, lehet bármely. Elsősorban a gyulladások mellett a daganat diagnosztika teszi ki a szövettani munkáknak a döntő többségét. De akkor itt élő betegekkel is kell találkozni, vagy együtt dolgozni? Óhatatlanul találkozunk élő betegekkel. Azt mondom, hogy az érkezett minták nyilván élő betegből származnak, de nincs közvetlen kapcsolatunk élő beteggel. Azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból jó is, mert nincs rajtunk az a pszichés nyomás, hogy én ismerem az adott betegnek, adott anyagnak a tulajdonosát, és esetleg befolyásolhat engem a diagnózis felállításában. Sajnos óhatatlanul találkozunk ismerőssel, rokonnal, utcabelével ilyen esetben, és akkor mindig nehezebb a diagnózis felállítása, mert az ember akarja, hogy nem kell rosszat mondani, holott óhatatlanul néha rosszat mondunk. Természetesen élő beteggel is van kapcsolatunk, elsősorban az aspirációs citológia kapcsán, ahol saját magunk, tehát kollégám Tolvaj Balázs doktor és jó magam vesszük a mintát a betegtől, minden tapintható 5 cm mélységig elérhető elváltozásból vékony tűvel élő betegből veszünk mintát. Egy picit még kanyarodjunk vissza most így az általánosságokra, hogy mi a patológiának a története, bár egy picit erről az előbb már volt szó, és itt Szombathelyen. Azért előtte egy mondatot hadd mondjak, hogy hazánkban az első törvényes és hivatalos tanszék az 1861-ben Pestén az egyetemen alakult meg, akinek az első vezetője Arányi Lajos
professzor úr volt. És akkor Szombathelyhez visszakanyarodva, hogy 1929-ben adták át a Markusovszky kórház elődjét, Vas vármegye és Szombathely közkórházát, de ezt megelőzően is már végeztek boncolásokat a 11-es Huszár úton a csapatkórházban, és elsősorban Strantz Gyula belgyógyász, tehát akkor még nem volt korboncnok, végezte a boncolásokat. A 29-es kórház alapítás átadás után az első patológus Görög Dénes volt. Ő Pécsről nagyon fiatalon került ide, és már 5 éves itt regnálása után egyetemi magántanárnak nevezték ki, tehát egy nagyon nagy karriert futott volna be, ha 44-ben nem deportálják, és Auschwitzban nem kerül ő is fiát kivéve egész családja erre a sorsra. Utána 3 évig nem volt korboncnok megnevezett vezetője a kórházban, hanem úgy látták el közösen a laborral együtt, azt még elmondanám, Görög Dénes is a korboncnak mellett a laboratóriumot is vezette. És 47-ben Pécsről Romhányi György, a híres Romhányi György került ide, aki sajnos mindössze csak 51-ig volt itt, hisz utána Pécsre került tanszékvezetőnek. Ugyancsak 3 év kihagyás volt, és 54-ben Kádas László folytatta egészen 1980-ig az osztályvezetését, rendkívül híres, elismert és kemény szókimondó, tehát rettegtek tőle a klinikusok, mert ő keményen megmondta, hogy igenis ezt nem jól kezelted, és ezt így kellett volna kezelni. Most is vannak ilyen konfliktusok? Nem olyan keményen, tehát mi is híresek voltak az ő úgynevezett klinikopatológiai konferenciái, ahol eseteket beszéltek meg, akár pozitív, akár negatív végkifejlettel, levonva belőle a következtetéseket. Ma is vannak ilyen bemutatások, minden évben 4 esetben, de mi nem élezzük ki ezt a kemény szókimondást, nyilván megbeszéljük, hogy mit hogyan kellett volna, vagy végeztek jól. 1980-tól az én első főnököm, Brittig Ferenc került ide az osztályra. Ő 95-ig vezette a patológiát, nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon sokat tanultam tőle. 95-ben azonban ő, mivel Veszprémből származott, valahogy úgy gondolta, hogy ott fejezi be pályafutását, és visszament Veszprémbe, és 95-ben Csanaki György került ide 41 évesen, aki 2002-ig vezette osztályt, felépítette nagyon jó struktúrát, és ugyancsak 41 évesen, én ezt 2001-ben megörököltem, mert ő eltávozott, kiment Svédországban más dimenziókban keresni a jövőt. Tehát 2002-ben kerültem én megbízott osztályvezetői pozícióba, majd 2010-ben neveztek ki osztályvezető főorvosnak. Sokat változott az osztály, mert akkor itt nagyon egy hosszabb időszakot ön végig tudott nézni. És mondta, hogy valahol ugye a struktúra jól tett, tehát miben kell egy patológia osztálynak változnia? Egyrészt a 86-ban, amikor én ide kerültem, akkor a patológia, akkor még mondom korbonztan, a kórház területén 4 különböző helyen szétszórva, szeparálva helyezkedett el, külön 3 laboratórium, külön az orvosok, a mostani még mindig bonzteremként működő proszektúrának nevezett részleg mellett voltak a mi orvosi szobáink, és Csanaki főorvosnak köszönhetően kialakításra került a manuális tömbben külön orvosi szobák, tehát már ez egy óriási lépés volt, hogy strukturálisan egy jobb körülmények közé kerültek az orvosok, közelebb a szövettani laboratóriumokhoz. És hát 2010-re teljesedett ki az a változás, hogy egy abszolút európai színvonalnak megfelelő, modern, valamikori mosoda épületét tökéletesen felújítva és berendezve új helyre költöztünk. Egy helyen a régi 4 külső hely koncentrálódott, és mindent kézbe lehet tartani, és mindenki szem előtt van. És annyira örülök neki, hogy eddig akárki időt, mindenki azt mondta, hogy európai színvonalú, és nagyon jól felszerelt az osztály, és hát ennek meg leginkább a szombathelyi lakosok örülnek, de akkor most nézzük meg, hogy milyen a patológiai osztály a Markusovszky kórházban 2015-ben. A Markusovszky kórház patológiai osztálya 2010 óta a volt infektológiai tömb mögött egy felújított 2 emeletes épületben működik. Az elmúlt 2 évtizedben sokat változott az itt folyó munka, így az osztály elnevezése is más lett.
Amikor én 1986-ban ide kerültem, akkor még Korbonsztannak hívták az osztályt, és gyakorlatilag a köztudatban a Korbonsztan egyenlő volt a boncolással és az elhunytakkal kapcsolatos tevékenységgel. A 90-es évek végétől nevezzük patológiának az osztályunk tevékenységét, hisz a korboncoláson kívül előtérbe került, és a munka döntő többségét a szövettani minták és citológiai anyagoknak a feldolgozása jelenti. A patológusok élő betegektől származó mintákat elemeznek, így sokféle betegség kórismézésében részt vesznek. Az esetek jelentős részében az ő munkájuk nyomán születik meg a pontos diagnózis. Azben az érdekes, hogy itt nap mint nap más anyagokkal találkozik az ember, tehát nyilván vannak persze rutinanyagok, amik általában előfordulnak, de vannak olyan nem is ritkán előforduló anyagok, amik szép szellemi kihívást is jelentenek az ember számára, és aminek utána kell nézni, utána kell olvasni, és gyakorlatilag mivel minden olyan osztállyal kapcsolatba állunk, ahol, mint már elmondtam, valamilyen szövetet eltávolítanak az emberből, így elég széles spektrumát átfogja ez az orvostudománynak. A patológusok élő betegektől származó mintákat elemeznek, így sokféle betegség kórismézésében részt vesznek. Az esetek jelentős részében az ő munkájuk nyomán születik meg a pontos diagnózis. A Szombathelyi a megye egyetlen patológiai osztálya, leterheltsége nagy. Éves szinten növekvő tendenciát mutat az elmúlt 15 évben, a tavalyi forgalmunk 22 ezret meghaladó szövettani minta, 15 ezer körüli az összes citológiai minta, ebben benne vannak a nőgyógyászati szűrőcitológiák, aspirációs citológiák és egyéb citológiai anyagok. Ugyancsak éves szinten 700 és 800 körüli korboncolást végezünk az egész megye részére. Évről évre nő a daganatos betegségek száma, így az itt folyó munka döntő részét is a tumorokkal kapcsolatos vizsgálatok teszik ki. Ami 25 évvel ezelőtt ritkaság számba ment daganat, azt heti szinten többet látunk belőle, tehát ennek következtében a speciális vizsgálataink is jelentős mértékben emelkednek évről évre. A vizsgálat során kiderül, jó vagy rossz indulatú-e a daganat, milyen típusú, stádiumú, van-e áttét. Ezek alapján dönti el az onkológus, hogy milyen további kezelést kell alkalmazni. A műtét közben eltávolított szerv vagy szövet formalinban érkezik az osztályra, ahol az átvételkor azonosító számmal látják el. A minta feldolgozása során készített metszeteket a szakorvos a mikroszkópban alaposan szemrevételezi, és a látottakat diktafonra mondja. 21 mm átmérőjű idegen szöveti szaporulat, amely metszéslapokon szolid természetű homogén szürkés-fehér színű. Ezt követően mintát vesz a beteg területből, amit speciális géppel víztelenítenek. Ez éjszaka víztelenítő, magyarul kivonja a szövetből a vizet, és parafinnal átitatja, csak a pillanatok fogva korlátlan ideig tárolható és nem távolsodik az a minta. A parafinos blokkból egészen vékony, 2-3 mikrométeres metszeteket készítenek. Alapvető az egy rutin szövettani feldolgozás, amely minden szövettani minta esetében ugyanazon módszerrel történik. Hematoxilineuzin alapfestett metszetet készítenek az asszisztenseink, ezt vizsgáljuk, és ha szükség van, akkor speciális festéseket, hisztokémiát, illetve azon túlmenően immunhisztokémiai vizsgálatokat végzünk elsősorban a daganat diagnosztikában. A metszet vékony üveglapkára végül a mikroszkóp alá kerül. Egy betegtől akár 30-50 minta is származhat. A nem hétköznapi esetekről konzultációt tartanak. Gyakran az is előfordul, hogy műtét közben kell sürgős vizsgálatot végezni. Annyira kifinomult a műtét előtti kivizsgálás, hogy jelen pillanatban a műtét alatti szövettani vizsgálatok az inkább citológiai vonatkozásra korlátozódnak, és döntő többségében emlőműtéteknél az úgynevezett őrszem-szentinel nyirokcsomónak az érintettségét vizsgáljuk, hogy van-e benne áttét, vagy nincs áttét. Ha van benne áttét, akkor megkapják az eredményt, még a beteg alszik, és akkor elvégzik a szükséges kiegészítő műtétet. Ez egy immunfestőautomata, az immunreakciókat most már fejlettebb módszerekkel csináljuk, tehát nem kézzel, és ezek standardabb körülményeket biztosít.
Az osztály felszereltsége, műszerezettsége európai színvonalú, megfelel a 21. századi elvárásoknak. Ám ahogy a kórház sok más részlege, a patológia is orvoshiánnyal küzd. 10 szakorvosnak kellene ezt a munkamennyiséget végezni, per pillanat 3 szakorvos végzi, egy hónap múlva már csak 2. Sajnos ennek köszönhetően egy hónapot meghaladó csúszásunk van a szövettani anyag leletének átfutási idejében. Nyilvánvaló, hogy ha a beteg érdeke úgy kívánja, akkor külön kérésre soron kívül előre vesszük a mintát, és akkor egy hét alatt diagnózis születik. A 3 szakorvoson kívül egy szakorvos jelölt és 3 rezidens dolgozik az osztályon. Mellette természetesen szakdolgozói gárdánk az nagyon kiváló és megfelelő létszámmal és tudással rendelkeznek, hisz ez a kevés orvos nélkülük nem tudná azt a munkát elvégezni, amit a betegek és a kezelőorvosok elvárnak. A létszámgondok fő oka, hogy sok tapasztalt és fiatal szakorvos külföldön vállal munkát. A patológia az orvostanhallgatók körében a kevésbé népszerű szakterületek közé tartozik, pedig szerethető, érdekes és sokrétű, mondják az osztályon dolgozó rezidensek. 2 hónapja dolgozok itt az intézetben, és nagyon, nagyon tetszett a patológia már az egyetem alatt is, és ezért jöttem, mert láttam ezt a helyet, és nagyon megtetszett. Azt tetszik, hogy sokrétű, hogy sok mindent ki lehet próbálni, hogy van manuális része is, tehát hogy kézzel is lehet dolgozni, illetve van egy nagy szellemi háttér, amit kell ehhez tudni, és ebben minden benne van. A patológia az egy olyan alap, ami úgy nem egy konkrét szakterület, hanem mindent felölel igazából. Szinte mindenhez kell érteni. Mi ugye a kezdők, mi vagyunk többször boncteremben, illetve az indítóban, amit már így láttak, és hát a szakorvosok pedig a leletezéssel foglalkoznak főként. Úgyhogy mi vándorlunk többször. Az osztályhoz tartozó proszektúrán végzik a boncolásokat. A részlegen régóta nem történt felújítás, felszereltsége elavult, korszerűsítésre szorul. A kórházban elhunytak 35-40%-át, évente 700-800 elhunytat boncolnak. Ez törvényileg előírás, hogy minden egészségügyi intézményben elhunytat kötelező boncolni. Ezt nehezen fogadják el a hozzátartozók, mert ők úgy gondolják, hogy ők megtilthatják. Tehát ez Magyarországon nem így van, 40 kilométerrel odébb így van, hogy ott a hozzátartozó beleegyezése kell. Tehát nálunk az alaphelyzet, hogy mindenkit boncolni kell, és el lehet tekinteni a boncolástól, ha és itt szigorú kritériumok vannak. A boncolásnak a célja egyrészt megerősíteni azt, hogy az adott osztályon, ahol feküdt a egykori beteg, megfelelően vizsgálták ki, megfelelő kórismét állítottak fel, és jól kezelték. Tehát ez az elsődleges cél, hogy igazoljuk, hogy minden rendben történt. Nyilván óhatatlanul helyenként találunk eltéréseket, illetve az is nyilvánvaló, hogy vannak ritka betegségek, örökletes betegségek, aminek a célja, hogy esetlegesen a hozzátartozóknak lehet-e érintettségük az adott betegséggel kapcsolatban. A műtétek és a boncolás után vett szövetmintákat parafinos blokk formájában a törvény szerint 50 évig kell megőrizni. És itt a kisfilm közben mondta, hogy ma is volt 2 olyan eset, amikor műtét közben hirtelen önnek is be kellett avatkoznia, és a véleményét kikérték. Mi volt ez a 2 eset? Igen, ma délelőtt egy emlőműtét kapcsán, tehát a műtét előtti kivizsgálásnál nem tudtuk igazolni, hogy rosszindulatú daganatról van szó. A szakma szabálya szerint, ha ez nincs igazolva, nem lehet az emlőt eltávolítani, viszont a mammográfus kollégák képalkotó eljárása alapján olyan nagy volt az elváltozás és olyan elhelyezkedésű, hogy az emlő eltávolítása a legbiztosabb a gyógyulás szempontjából. Ezért, amíg a beteg aludt, emlőrészletet odaküldték, abból mi úgymondott gyorsfagyasztott metszetet készítettünk, és 15-6-7 perc alatt megkapta a sebész főorvos úr a sajnos pozitív választ, hogy igenis az emlőt eltávolíthatja, mert áttét van benne. A másik egy szájsebészetes műtét volt, egy fültőmirigy körüli szövetdarabkát kaptunk, őnek előzőleg fejtetőn volt egy nagy bőrrákja, és a kérdés az volt, hogy áttétet látunk, vagy nem, sajnos ebben is áttétet láttunk, tehát nyilván kiterjesztették a műtétet.
Itt akkor nagyon nagy a felelősség. Igen, nagy a felelősség, mert... Mondjuk mi ez minden területen és az egészségügyben. Nyilván így van, de nem mindegy, hogy egy emlőt eltávolítunk, vagy nem távolítunk, és utána már nem tudjuk visszaragasztani. És ha megengedi, akkor most egy kicsit én boncolgatnám élve önt. Talán a kezdetekről beszélünk, hogy miért választotta ön pontosan ezt a szakmát? Érdekes bizonyos szempontból, mert tudatos is volt, meg nem is. Tehát én 86 tavaszán beadtam a korbonctanra és a mellkassebészetre a pályázatomat. Nyilván már akkor is valamilyen szinten hiány volt korbonctan vagy korbonctnokból, mert oda vettek fel. Olyan értelemben meg tudatos volt, mert akkor már elsőszülött gyermekünk megvolt, és hát próbáltam olyan szakmát is keresni, ahol nincs se hétközben ügyelet, se hétvégén ügyelet, mert nagyfiam ott volt velem, reggel leraktam a bölcsibe, dolgoztam, délután fölvettem a bölcsibe. Ehhez képest, igen. És hát itt maradtam, leszakvizsgáztam, megtetszett, bár a szakvizsga után, ezt valószínű sok kollégám már elmondhatta, még megkérdezte édesapám, hogy is lesz belőled normális orvos? Hát, ezek szerint lett. Lett. Sőt, olyannyira lett, hogy az én orvosa díjat is ön kapta, ami szerint ezt a szakterületet is, én úgy gondolom, hogy akkor elismerik. Ki kapja ezt a díjat? Az év orvosa díjat a Kórház Tudományos Bizottságának javaslatára adják ki. A Tudományos Bizottságban csak minősített kollégák, tehát professzorok vagy PhD fokozattal rendelkező kollégák vannak, és ők tesznek javaslatot minden évben, hogy úgymond kiérdemesült arra, hogy megkapja ezt a díjat, kitüntetés, igen. Díjat, legyen díjat, így van, az a jó kifejezés. Meg is lepett, nem számítottam rá, de ezek szerint úgy értékelték, hogy Tóth Csaba már megérdemli ezt a díjat. Nagyon örültem neki, és hozzá kell, hogy tegyem, mert nyilván személyre szóló díj, de az osztály összes dolgozója nélkül ezt én nem tudtam volna elérni, úgyhogy ezúton is köszönet osztályon valamennyi dolgozójának. És ahhoz képest, hogy azért választotta akkor ezt a területet, hogy egy kicsit nyugodtabb területet próbált, ugye mégis azt mondta, hogy itt a filmben is lehetett hallani, hogy csengett a telefon, és hogy egész nap cseng a telefon, és rengeteg munka van, kiderült. Igen. Ez így igaz, folyamatosan cseng, vagy a vezetékes, vagy a mobil, és meg kell, hogy mondjam ezt, mert több kollégának és nem kollégának is elmondtam, hogy 7:30 előtt és 16:30 után tudok nyugodtan dolgozni, amikor megszűnnek a telefonok. De nem bántam meg, hogy erre a területre jött? Egyáltalán nem bántam meg. Nem. És azért a filmből más is kiderült, hogy átveszik a stafétabotot is, mert hogy a fia is szerepelt. Igen. Nagyfiamat említettem, ő biológusként végzett. Középső fiam Marci került az osztályra, és úgy néz ki, hogy folytatja a szakmát a patológia berkein belül, a legifjabb fiam pedig, hát most elsős, és ha minden igaz, akkor természetvédelmi mérnök lesz belőle. Ó, akkor ez egy kicsit más irány. Más irány, igen. És aztán beszélgetünk egy picit még a műsor kezdése előtt, és én azt mondtam, hogy úgy gondolom, hogy majdnem minden sebésznek kötelező, jó lenne kötelezővé tenni, hogy legalább néhány évig a patológián dolgozzon, és leginkább itt a boncolásra gondoltam én, tehát, hogy minden jól menjen. Önnek erről mi a véleménye? Abszolút egyetértünk, és amikor én ide kerültem, akkor bevett gyakorlat volt, hogy minden sebészetes szakmában kezdő orvos, sőt, szülésznőgyógyász kezdő orvosok egy évet el kellett tölteniük a korbonctanon. Elsősorban boncoltak, de a szövetteni anyagok indításában is részt vettek, és így nyilvánvaló anatómiai ismereteiket felfrissítették, hiszen az egyetem első éveiben találkoztak emberi testtel és anatómiával. Egyébként az elmúlt évben szóba került főigazgató úrral, orvosigazgató úrral, hogy fel kellene eleveníteni ezt a úgymond régi szokást, hogy a kórházba kerülő új sebészetes, műtétes szakmában dolgozó kollégák igenis eltöltsenek minimum fél évet, vagy akár egy évet a patológián. Meg legyen a rutin és a gyakorlat. Nagyon-nagyon sok azt mert csak egy tanulni. Dolgot áruljon el nekem, aki ezzel foglalkozik, hogy egy nyugodtabb, vagy egy aktívabb sportot választ hobbiként. Hát inkább nyugodtabbat. Mi az? Egy kis kerékpározás, egy kis kirándulás, kutyasétáltatás.
akkor a hétvégén lehet menni, sőt, még lehet nézni a Vasi-Vasember triatlon versenyt is, ha még nem is vesz részt, de szurkolni lehet. Köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, tudják, egy hónap múlva találkozunk, viszontlátásra. A műsorvezetőket a Jeans Store öltözteti.